Aranyérem. Sokan álmodnak róla, de kevesen vehetik át. Eric Bernotas ezen kevesek közül való. Álma gyermekkorában, tévénézés közben kezdődött. Emlékszem, 8 éves voltam, és az 1980-as olimpiát néztem a tévében. Ez volt az első találkozásom az olimpiával, és ekkor fedeztem fel először a bennem szúnyadó képességeket. Valahogy már akkor éreztem, hogy ebből lehet majd valami. Vagyis ekkor indult el nálam ez a szenvedély. Mára Eric világméretekben is jelentős versenyzővé nőtte ki magát. A skeleton versenyzők egy fagyott pályán csúsznak fejjel lefelé, nem egyszer, akár 135 km/h sebességgel. Amikor először próbáltam lefelé siklani a hegyen, nagyon békés volt, és nagyon gyors. Óriási élmény volt. Ez a siklás művészete. Hihetetlen összhang a pályával és a jégen csúszó szánnal egyé válunk, amiből végül egyfajta tánc lesz. Eric mesterévé vált ennek a táncnak. Számos versenyen elindult, még 2005-ben tagjává válhatott a nem kis presztízzel járó világbajnokságra készülő 20 fős skeleton csapatnak. Nem rossz teljesítmény olyas valakitől, aki 5 évvel ezelőtt hallott először erről a sportról. Jó eredmény. Voltak. Egy arany és egy ezüstéremmel a világranglista 5. helyén álltam. Abban a tudatban hagytam abba a 2005-ös szezont, hogy ilyen formajavulás mellett minden esélyem megvan arra, hogy 2006-ban már az olimpiai aranyért küzdjek. De hogy stílszerűek legyünk, ez az álom egykor csúszamlós pályára került. A főiskolán a depresszió, valamint a társai részéről folyamatosan megnyilvánuló nyomás hatására a fájdalmak enyhítése miatt rászokott a marihuánára és az alkoholra. Fokozatosan kezdtem felismerni, hogy elfecsérlem mindazt, amit kaptam, beleértve a talentumaimat és álmaimat is. Nekiláttam, hogy újra megalapozzam a kapcsolatomat Istennel. Elmentem a gyülekezetbe, imádkoztam és figyeltem. Próbáltam megerősödni abban, amiről tudtam, hogy egyszer már az enyém volt. Nagyon szerencsésnek éreztem magam, mivel Isten kitárta felém karjait, és hazavárt, amikor készen álltam, és hajlandó voltam odafigyelni rá. A küzdelmei során Eric kitartott olimpiai bajnoki álmai mellett. Emlékszem, fellapoztam egy olimpiával foglalkozó könyvet, hogy van-e olyan sportág, amivel én is tudnék valamit kezdeni. A főiskola után egyik barátjával elutazott arra a helyre, ahol az álmok kezdtek valóra válni, a New York állambeli Lake Placidbe. Beszéltem néhány edzővel és ottani barátommal. Azt mondták, a skeletont éppen most kezdik el újra oktatni a 2002-es téli olimpia közelségére való tekintettel. Adott volt a lehetőség, hogy belevágjak. A legtöbb sportoló egy életen át dolgozik azért, hogy eljusson az olimpiára. Ericnek ez 5 évébe telt. A gyors sikerekkel meggyőzte edzőjét is, aki korábban már szerzett olimpiai aranyérmet. Tudja, mindezt nem a saját erejének köszönheti. Ez a lehetőség Isten ajándéka számomra. Mindannyiunkban ott vannak azok a dolgok, amik után vágyakozunk, amiket szeretnénk elérni. Csodálatos dolgok tudnak megvalósulni, amikor kitartunk az álmaink mellett. Amikor megengedjük, hogy a szellem munkálkodjon bennünk, és a megfelelő cél érdekében megtesszük a szükséges lépéseket, vagyis mindazt, ami rajtunk áll, mind a mögött, amit teszünk, van egy cél. Az álmunk pedig nem más, mint ezt a célt beteljesíteni szeretetben, úgy, hogy közben Isten munkáját végezzük.